rendszer az halálosan félt Afroditot. Hát volt egy kis dafke azért is. Személyesen egy hatalmas élmény volt. A II. Világháborút követően Magyarország a szovjet érdekszférába került. Ennek következményeként a kommunisták fokozatosan átvették a hatalmat. 1949-től kezdve az élet minden területét igyekeztek szocialista minták szerint átszervezni. Nem volt ez másképpen a sportegyesületek esetében sem. A magyarországi klubok különböző szakszervezetekhez, fegyveres testületekhez kerültek. A Ferencvárosi Tornaklubot a kommunista rezsim megbélyegezte, fasisztának tartotta, az egyesületet az élelmiszeripari dolgozók szakszervezetéhez rendelte. A klub Édosz néven működött tovább, piros-fehér színben, új címerrel. Sajnos nekik volt mire hivatkozniuk, és arra hivatkoztak, hogy a Ferencváros egy fasiszta csapat, hisz annak idején a Jaros Andor elnökké választása, ami papíron megtörtént, de a valóságban összehívták a közgyűlést, és senki nem volt ott, és jegyzőkönyvet csináltak, és utólag jegyzőkönyvvel aláírták a Jaros elnökké választását. Tehát ilyen aljas dolgok voltak már a nyilaskor bőven. Úgyhogy tulajdonképpen a Fradi tehetetlen hánykodott. Jellemző az, hogy az én bátyámnak a nevét is alahamisították, aki nem is volt, éppen kórházba feküdt, mint részvevő tag. Tehát innen indult el, és a kommunizmus ezen a talajon indulva, ahogy a belföldön is ugye uralomra került, mert nem rögtön 45 után jött a kommunizmus uralma, hanem 49-50 körül kulminált, és akkor lett az egész, hogy mondjam, fedél alá hozva, akkor tulajdonképpen a sportot meghirdették, mint olyat, ami a tömegekre befolyással van. Tehát tudták, hogy hova kell nyújtni, hogy a tömegeket bánthassák. Hát a Ferencváros közismerten a legnépszerűbb tábor volt, közismerten politikailag is nem befolyásolható szurkoló, mert itt viszont kórusban voltak politikai vélemények. Na most így jöttünk el az időre, amikor kitalálták egyes őrültek, hogy ami eddig volt az fasizmus, ezután ami lesz az a szocializmus. Ebből kifolyólag szakszervezetekre szétosztották a csapatokat. Hát a legjobban, és az egésznek a célja volt tulajdonképpen, míg a MTK-nál egy névváltozás volt, meg egyéb dolgok, meg az Újpestnél is Dózsa névváltozás, jó, személyi változások is voltak, addig a Fradit kifejezetten szétszették. A 47-48-as bajnok csapatot, a Rudasféle csapatot, ami ugye Budai Kocsis, Deák, Mészáros, Cibor csatársorral rendelkezett, és egy csodálatos csapata, abból mindenkit majdnem elvittek, aki hagyta magát. Rudas hát azért nem vitték el, mert éppen jóformán sérült volt. Ugye a Kispéter Miska ott tartott, a Kéri Birka ott tartott, ezeket internálták közben, a Kérit meg a Mészáros Dodot 10 napra internálva voltak, és kopaszon jöttek a nyitó meccsre. Szóval ez a rendszer, ez gyűlölet alapján csinálta a Fradiról ellen az egész dolgokat. Az FTC 1951-től Édosz helyett már budapesti Kinizsi néven indult. A piros-fehérben játszó futballcsapatot megfosztották a legjobb játékosaitól, sőt, még az igazolásokat is megtiltották. Az 50-es években a kommunista diktatúra terrorban tartotta a lakosságot. Az embereket származása alapján megkülönböztette és büntette. Ebben az időszakban az FTC neve is szinte tabunak számított. Következmények nélkül nem is lehetett Hajrá Fradit kiabálni a lelátón. Hát minket családot nagyon érintett ez, megmondom őszintén. Ugye 49-50-ig otthon voltunk. Otthon voltunk, hát ugye tábor, a Páholyban mi voltunk, helyünk volt minden az égben. Utána így elvágta. Én azután is jártam meccsre, és nekem ebből politikai balhém is volt, mert elvittek a rendőrök, hogy hajrá, fradiztam az újpesti meccsre. De ezek epizódok. Ez a folyamat végig tartott, és végig piszkálták a Fradiba. Nem csak, hogy
elszedtek mindent ki tőlünk, később azt is megakadályozták, hogy amit erősíteni akartunk. Tehát erősíteni, játékos lenni kiszemelt, akik szívesen jöttek volna. Ma is megkérdezed a Dunai Antit, vagy ma is megkérdezed a hát Solymosi Pixit már nem lehet megkérdezni, akik már ott voltak, és utolsó tolvonással mindig elvitték a Fradit. A édesapám révén, aki elmesélte a szétszedést, ez úgy bennünk volt, de mi igazából kinizsi szurkolók voltunk akkor. Tehát ugye mi most, tehát az én kogosztályomnak nem volt fradista élménye. Tehát mi a kinizsi jelvényt kitűztük, és mi tudtuk, hogy ez a Fradi, tudtuk, hogy ez egy kényszerű dolog, de mi azt hittük, hogy ez a rendszer, ez a mi életünkben nem fog megváltozni, és úgy voltunk kinizsi szurkolók szívvel, lélekkel, hogy azért valahol ott a hátsó tudatunkban tudtuk, hogy ez Fradi. Lán a mi időnkben, mikor mi jöttünk, akkor engedték meg, hogy NB1-ből nem, de alsóbb osztályú csapatokból igazolhattunk, de különösen kikötötték azt, hogy a kinizsi csapatokból hozhatnak föl játékosokat. Hát én is ugye a kecskeméti kinizsiből kerültem tulajdonképpen a Fradihoz. Én megmondom őszintén, hogy én is igyekeztem, hogy mondjam, hajrá, Fradi elhangzott, amikor nem figyeltek oda, és nem. De rengeteg beépített, bújtatott volt ott közöttünk, ilyen nyomozó, civil ruhás nyomozó. Ha minden meccsre, hova mentünk, idegen arcok, rögtön az ember, hoppá, visszafogták az embert. Tudtuk, mi megy. Internálás az olyan könnyen ment, mint a sic. Hát féltünk, na, vagyjárul megmondva. Nem voltunk hősök, nem volt puska a kezünkben, nekik volt puska a kezünkben. És élni akartunk, és hát széllel nem lehetett szembe menni, de megpróbálni, az még nekünk a csapat maradt. 1949 után néhány fradista érzelmű embernek köszönhetően 1955-ben a budapesti kinizsi a bécsi húsvéti tornán zöld-fehérben szerepelt. Az esetet a rezsim elhallgatta, a felelősöket pedig megbüntette. Örültünk olyasminek, mikor megtudtuk, hogy azon a bizonyos húsvéti tornán, aztán 55-ben zöld-fehérben játszott a Fradi, amit csak szájhagyomány útján tudta, ez a sajtóban nem jelent meg. Fénykép volt róla egy a sportban, hogy csikosam ez, de az egy fekete-fehér kép volt, tehát ezt már nem is tudom, hogy kitől kaptuk, hallottuk. Erre föl ugye hát a vezetőket ugye berendelték, és hát azt hiszem, hogy kaptak valami eltiltást, büntetést, mert hogy ugye odafigyelt a politikai vezetés. Zonodi Lali, aki ugye szenvedett azért, mert kimentek egy osztrák, és a Stojaspál megvette egy Fradi meszt, a Stojaspál egy nagyon híres osztrák játékos volt, megvette egy Fradi meszt, és a Fradi abban játszott. Egy húsvéti tornán. Onodit itt helyzetek. Hát Onodi az embere volt, de egy nagy fradista volt ő is. 1956. október 23-án kitört a forradalom. A magyar nemzet fellázadt a kommunista elnyomás ellen. Az egész országban sztrájkok és tüntetések kezdődtek. A rezsim erői és a szovjet megszálló csapatok nem hagyták magukat, így Budapesten fegyveres összecsapások robbantak ki. A megszokott békés élet helyett rendkívüli állapotok uralkodtak az országban. Lementem vacsorázni, és hát ott volt az orosz pali is. És akkor ketten vacsoráztunk, és egyszer csak jöttek, hogy hát ment a tömeg, a Andrássy úton tömve volt az utca, és mentek ki a ligetbe, a városligetbe,
mert ott volt ledönteni a Sztalin szobrot. És hát ugye mi is gyorsan megvacsoráztunk, és kimentünk mi is a tömeggel. De aztán jöttek egyszer egy ilyen teherautóval, forradalmárok már akkor puskával, meg mindennel felszerelkezve, és mondták, hogy menjünk a rádióhoz, mert ott lövik a mieinket. De hát mi nem mentünk. Otthon hallgattam a Gergő beszédet, amit hát főleg édesapám hihetetlenül felhábokodott, mert csőcseléknek és mit tudom én miknek nevezte a tüntetőket. Akkor egy kicsit beszélgettünk, lefeküdtünk, és én azzal a tudattal, hogy másnap iskolába kell menni. Az Olci térre, ami ugye 150 méter a lakásomtól érve, találkoztam a forradalommal, teherautón jöttek, fegyveresek, életemben még ilyet nem láttam, jött egy ávós teherautó a Kőbányai úton, tömeg körülvette, oldalra döntötték, ávósok elszaladtak, visszadöntötték, felszálltak le civilek, és mentek a belvárosba. Ott már jött egy puskával, tehát nem géppisztolyjal, puskával lévő fiatalember, aki mesélt a rádió elfoglalásáról, stb. Hogy előtte hallgattam a rádiót, erre nem emlékszem, tehát akkor belecsöppentem a forradalomba, hazamentem, letettem a rajzot, és utána kezdtem járni a várost, és érdeklődtem, újságokat szedtem, stb. Hallgattunk minden. Hallgattuk a statáriumot, én még emlékszem, hogy volt ott azt hiszem a szomszéd ház falán valami röplap, és azt úgy körbevették az emberek, és hátulról nem látták, és én azt hangosan fölolvastam, mint lelkes fiatalember, aztán otthon mondtam, akkor édesapám mondta, hogy tudod, hogy ez statárium, hát mondom, statárium, jó van. És utána ugye jöttek a szovjet tankok, lőtték a négy emeletes ház a Kőgis utca sarkán, ahol én laktam, hát ugye levonultunk a pincébe, és akkor mindenki vitte vagy az ékszereket, vagy az evőeszközt, vagy a porcelánt, meg a paplant, hogy valahol esetleg tudjanak aludni. 1956. október 30-án a szovjet csapatok kivonulásával győzött a forradalom. A kommunisták által betiltott társadalmi szervezetek, egyesületek elkezdték újra megszervezni magukat, természetesen ebből a fradisták sem maradhattak ki. Az Üllői úti székházban megkezdődött a szervezkedés. Október 23 és november 4 között a fellegekbe jártunk. Csodálatos volt! Minden magyar szeretett minden magyart, kivéve ugyanaz az onnan. Az emberek vigasztak. Szóval nem tudja kifejezni az ember szóval, amit akkor átéreztünk, hogy mitől szabadultunk meg. És hogy micsoda fellélegzés volt. Hát ebben a korban a régi fradisták bontakoztak. Vagy a rádióból, vagy a sajtóból értesültem, hogy november 1-én délután 2 órakor az Üllői úton újjáalakul az FTC. Szintén a sajtóból tudtam, hogy egy szervezőbizottság alakult erre az újjáalakulásra, amelyben Kis Péter Mihály, Tóth Lajos doktor, Pataki Mihály részt vett. A ferencvárosi sportolók megszüntetik a rossz emlékű Kinizsi Sportegyesületet és visszaállítják újra az FTC-t. November 1-én 2 órára összehívták a sportkör edzőit, a volt szakosztályvezetőket az Üllői úti sporttelepre. Ezen a megbeszélésen mondják ki az FTC újjáalakulását, határoznak szervezeti és egyéb kérdésekben. A ferencvárosi sportvezetők állandó kapcsolatot tartanak fent a játékosokkal, sportolókkal, akik közül egyiknek sem történt baja a harcok során. A sok nagyszerű sporteseményt látott Üllői úti pálya is sértetlen maradt. Engem személy szerint a dr. Tóth Lajos, aki a fradi főtitkára volt apám alatt a 30-as években, és aki utána is megválasztásra került a Nádasféle vezetőségbe, Tóth Lajos szólt, hogy készül a fradi, illetve a Kinizsiből a fradi visszaalakulása, újjáalakul a fradi. Hát persze, hogy boldog voltam. Még ő segített ki a pályára, mert akkor nem járt közlekedés.
és november 1-én én az aukciót Kőgis utca sarkán laktam, tömegközlekedés nem volt, gyalog elindultam, viszonylag jó idő volt, egy ilyen őszi idő, és míg a Nagyvágat térre, mikor odaértem, lehetett olyan 3:45, már ott lehetett hallani, hogy zúg a hajrá, Fradi. Amit voltak éppen én életemben így először hallottam, mert hát ugye 49-50-ben én még 9-10 éves gyerek voltam. A Springer szobor akkor a Könyves Kálmán körút felé eső kapu mögött volt, ugye akkor salakpálya is volt, és állóhely vette körbe a Springer szobrot. Ott gyülekeztek az emberek, és hát kiabáltuk, hogy hajrá Fradi, meg többen mondtuk köztük én is csillogó szemmel, hogy ezt is megértük, és határozottan emlékszem, hogy késett a dolog, vagy a kapu mögött, vagy a salakon volt egy asztal zöld-fehér zászlóval leterítve, mikrofon is volt, hangosítás is, és akkor egy olyan jó negyed óra késéssel jöttek ki a klubházból, akik hát ki akarták kiáltani a Fradi újjáalakulását. Később tudtam meg Rudas Feri bácsitól, hogy bent volt egy nagy vita, mert a kinizsi vezetői hát illegitimnek tartották ezt a tömeggyűlést, vagy újjáalakuló gyűlést, és akkor mondta valaki, hogy hát menjünk ki, és majd a szurkolók eldöntik, hogy mi lesz. Na most akkor kijöttek, Bataki Pityke bácsi, Kis Péter, Dékány, Hudas, Tóth Lajos doktor, ezekre emlékszem így vissza, és a teljesre, hogy ott hogy vezették be, vagy hogy mit erre, sajnos nem emlékszem, de arra határozottan emlékszem, hogy bejelentették, hogy a Ferencvárosi Tornaklub újjáalakul, átveszi az Üllői-úti pályát, akkor nem használták még a stadion kifejezést, pályát, és megkezdik a működését, a forradalmi bizottság addig vezeti, amíg valami ideglenesen, amíg hát a közgyűlés ezt nem legitimálja. Nagy ováció volt, megint zúgott a hajrá Fradi, Kis Péter kalapba, felöltő kabátba volt, a mikrofonhoz állt, és levette a kalapját, és azt mondta, hogy leveszem a kalapom, és meghajtom a fejemet önök előtt, erre szó szerint emlékszem. Kis Péter Mihály a szurkolók nagy üdvrivalgása ütemes tapsa közepette lép a mikrofon elé, és a játékosok nevében beszél. Nagyon-nagyon boldog vagyok, mondja elcsukló hangon. Arra kérem szurkolóinkat, hogy továbbra is tartsanak ki a csapat mellett úgy, mint ahogyan eddig tették. Segítsen az Isten mindannyiunkat. Aztán még többen kérnek szót. Olá Kálmán, a Független Kisgazdapárt képviselője egyenesen a párt központjából érkezik. Tildi Zoltán államminiszter üdvözletét hozom, mondja. Az államminiszter üdvözletét küldi a Ferencváros vezetőinek, minden szurkolójának abból az alkalomból, hogy a sportklub újjáalakult. Sok sikert kíván a Ferencváros további működéséhez. Az ünnepség hivatalos része ezzel véget is ért. Zeng zúg a hajrá Fradi, a tömeg kiáltása túlhallatszik tán a Nagyvárad téren is. Lassan távoznak az emberek, még sokáig folyik a beszélgetés arról, hogy miként szerepelnek majd az FTC sportolói jövőre, a labdarúgók, az ökölvívók, a vízilabdázók és a többiek. Molnár Béla, a ferencvárosiak több mint 2 évtizeden át hűséges vezetője örömmel újságolja. Labdarúgó csapatunk valószínűleg kiegészül azokkal, akiket elvittek tőlünk. A Honvéd bejelentette, hogy ha Budai és Kocsis vissza akar térni a Ferencvárosba, nem gördít akadályt eléje. Most már csak rajtuk múlik, hogy visszajönnek-e. Hangulatot komolyan mondom, hogy ezt nem tudom mondani, még maig is, ha visszagondolok rá, hát megborzongok. Akkor ha az volt, hogy szétszedtük volna a világot is. Olyan közös erő feszült bennünk. A forradalom győzelmével november első napjaiban kezdett helyreállni az élet az egész országban. Ez nem volt másképpen a Ferencvárosi Tornaklubnál sem. Megindult a tagszervezés, részben az Üllői úton, ez sajtóban is megjelent, illetve az 5. kerületi Bárci István utcában volt valami klubhelység. 5 forint lett volna az FTC havi tagdíja, ezt most már meg lehet kérdezni a nemzeti bankosoktól, hogy ez most mennyi. Volt egy megbeszélés, egy gyűlés a kinizsi vezetőivel, amelyben most már teljesen formailag is átadta a kinizsi SE, meg az úgy nézett ki, hogy volt a kinizsi sportegyesület, az egy ilyen országos fej volt, és a
Fradi volt a budapesti kinizsi, az volt a szentesi kinizsi, óvaszázsi kinizsi, kinizsi húsos, stb. Tehát a nagy kinizsi, a fő egyesület, az átadta a Fradi Fogadalmi Bizottságának a kulcsokat, a pénztárkönyvet, egyéb dokumentumokat. Szintén későbbről tudom, hogy meglepve vette észre a Fogadalmi Bizottság, hogy 500 ezer forint, ez sajtóban is megjelent, 500 ezer forint adóssága van az FTC-nek. Aztán ugye elhangzottak rádióba, sajtóba olyan tervek, hogy a Fradi fölvette a Kispesttel, a Honvéddal a kapcsolatot, hogy budai kocsis, ha akar, visszajöhet a Fradiba. Aztán, hogy kimennek majd novemberbe túrázni, két meccset játszanak Bécsben Rapiddal, ugye a zöldfehér csapat, és onnan majd valami nyugat-európai túrára. Tehát beindult az élet. Egyébként az egész országba beindult október 30-a, november 1-jétől az élet. Annyira beindult, hogy november 5-e hétfő lett volna, akkor már megszűnt volna a sztrájk, iskolába kellett volna menni, és ugye akkor november 4-én hajnalban pedig hallgattuk a Kádár beszédet, és hát összeomlott ilyen szempontból minden. November 4-én Kádár János a szovjet tankok és katonák segítségével megszerezte a hatalmat. A kommunisták visszatértek. Az országban megtorlás kezdődött, a forradalomban résztvevők után szinte vadászatot indított a hatóság. Rengeteg ember tartóztattak le és végeztek ki. Fradi 1957-ben újra a saját nevén szerepelt a bajnokságban. A rendszer már nem merte bántani. A klub újra szervezte magát, és fokozatosan a sikerek is visszatértek. Forradalmi munkásparaszt kormány valamikor, decemberben, januárban, nem tudom pontosan, rendeletileg visszaállította Magyarországon az 1956. október 1-jei állapotokat. Egy kivételével. A Ferencvárosi Tornaklub megmaradt. A Fradinak az 56 az egy év. Az egy pont, de a Fradi, hála Istennek, 99-től maig is van. És rengeteg epizódunk van, rengeteg történésünk. Hol fent voltunk, hol lent, akkor is megmutatkozott, hogy ki az igazi ember, és ki az igazi fradista. Nagyon megmutatkozott. De szóval azt a hangulatot nem tudom igazán visszaadni. Egy mámor volt. Egy mámor. Amikor a pokolból az ember hirtelen a mennyországba kerül, átmenet nélkül. Mert ez volt az a egy hét.